A negyedik helyen végeztetek a bajnokságban, ez előrelépés a korábbiakhoz képest. Mindent egybevetve, miként értékeled az idei szerepléseteket? Igen, köszöntöm a hallgatókat, a kérdés is köszönöm egyúttal. Egyértelműen sikerként könyveljük a negyedik helyet, 8. helyen végeztünk a múlt bajnokságban, ami a biztos bennmaradás eredményezte számunkra, de ezt már 4 forduló a vége előtt, mikor eldőlt, hogy benn fogunk maradni az első NB3-as idényünk után, annyiban határoztam meg, akkor még pontosan nem ismerve az a helyezésünket, hogy minimum 3 helyet előre kell lépnünk, és ez lesz a hivatalos célkitűzésünk, és ebből kifolyólag a 8. hely után az első 5-öt céloztuk meg, tehát nem lehet, hogy elégedetlenek, a 4. hely teljes mértékben megfelelt az elvárásainak, és úgy gondolom az a realitás is volt, és meg a keretünket az elmúlt szezonra. Maradt-e benned valamiféle hiányérzet, vagy azt lehet mondani, hogy teljes mértékben elégedett vagy? Hát teljes mértékben persze nem lehetünk elégedettek, voltak kimondottan jó meccseink, gyenge meccseink, de minden mérkőzésnek meg volt a tanulsága, minden mérkőzést kielemeztünk, tehát így összességében nem mondhatom, hogy hiányérzet maradt bennem, annyi történt, hogy tudtuk azt, hogy kik azok, akik hosszú távon céljaink megvalósítására segítséget tudnak nyújtani, és a fő tanulság volt az, hogy a keretünket valamilyen szinten át kell alakítani, hogyha ténylegesen szeretnénk megcélozni a dobogót. Van-e olyan mérkőzés, vagy olyan mérkőzések, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, ahol úgy láttad, hogy úgy buzsikáltak a srácok, ahogy azt máshogy is kellene? Igen, most válaszolnék egy fel nem tett kérdésre is, tehát két véglettel szemléltettem a múlt szezonbeli csapatomat, mikor az alapcsapatom pályára lépett, akkor az 5-1-re győzte le a bajnok, a későbbi bajnok szónoki csapatot, illetve mikor a fél csapatom ilyen olyanoknál alapcsapatom hiányzott sérülés eltiltás bármi egyéb oknál fogva, akkor Sajó Bábonban is egy megsemmisítő 4-2-es vereséget tudott szenvedni. Ez volt a két kontraszt a csapatommal illetően. Ennek a függvényében is alakítottak is hát a keretet most a nyári szezon elején. Tehát akkor egyértelműen a Szolnok elleni mérkőzés az, amit ki lehetne akár emelni mondjuk ebben. Ezt az 5-1-es eredmény miatt mindenképpen ki tudjuk emelni, de hasonlóan talán inkább még azt mondom, hogy még magasabb színvonalon játszott a csapat a Putnok ellen, amikor 7-1-re tudtuk, és azt idegenben abszolváltuk azt a találkozót győzelemmel. Tavaly is beszéltünk erről, és te nem nagyon kerülgeted ilyen szemből a forrókását, és kik azok a csapatból, akik a legjobban szerepeltek, akiket kiemelnél? A lista túl hosszú lenne, tehát minimum 13 fő is ez a lista. Ez a 13 fő, aki a 19-es, 20-as keretünknek is a tagja marad. Hogyan tovább? Most megint következő bajnokságra megint tervezel egy kis előrelépést, egy pár lépcsőt? Igen, tehát így is beszéltünk a srácokkal, így is igazoltunk, ezek is a hivatalos céljaink, hogy a 4. hely után az előrelépés az 1-3, tehát erre a 3 helyre redukáltuk, szűkítettük az elfogadható produktumot a csapattal szemben. Lehetett már hallani játékos mozgásról veletek kapcsolatban, nem is kevésről. Most közben itt nézem, hogy kik azok, akik érkeztek, és kik azok, akik távoztak. Lehet, hogy jobb, hogyha te mondod el a névsort, és nem én. Még egyszer, bocsánatos. Tehát milyen változás volt a játékos állományban most a nyáron? Igen. 9 fő lesz tagja a keretnek az újonnan igazoltak közül, jelen állás szerint, ami annyit tesz, hogy teljesen célirányosan a játékrendszer megfelelési formának megfelelően minden posztra 2 játékost szerettünk volna a csatosorba tudni, és így ez a keret a tegnapi éjszaka este folyamán ki is alakult a 22. emberrel, illetve még prioritást élvez az első 2 év után, hogy az utánpótlásunkat is stabilabb lábra kívánunk helyezni, mint szakmailag, tehát edzők terén, mint játékosok terén, és fogunk igazolni olyan környékből olyan 2001-es játékosokat, akik még életkoruk alapján U19-ben pályára léphetnek, de már a felnőtt bőletek lesznek a tagjai, és ez is még 5-6 fő, tehát ilyen 27-28 fős kerettel fogunk készülni. Hogy szerepeltek az utánpótlás csapatok a korosztályos bajnokságban? Mennyire lehet rájuk támaszkodnia? Sajnos a felnőtt szinten ezt
nem tudjuk az utánpótlás játékosainkra számítani, de ez nem az ő hibájuk. A településünknek a nagyságából adódóan, nem úgy fogalmaznék, tehát van az U14-U15-ös a második osztályban szereplő bajnokságunk, akik egy erős kötélcsapat, ők minden nap edzenek, a életkorunknak megfelelő sajátosságokat tudják fejleszteni, ezzel nincs is problémánk, nekünk ott kezdődik a gondunk, mikor a általános iskolát elhagyják a srácok, mivel nekünk nincs középiskolánk, a városnak nincsen, mindenki a döntőtőség kollégiumba kerül, és mondhatom így sajnos, hogy grosszus jelleget ölt a 17-19 éves korosztály, tehát ők nekik néha a gólt lőnek, még az is siker, de itt ezt mindenképpen szeretném változtatni a 19-es korosztálynál, itt amíg is tettem a megfelelő lépéseket, itt tudok is igazolni, a helyi tehetségeket is személyesen keresztem fel, tehát újra csatorosorba tudjuk állítani, illetve az előbb mondott grosszus elveknek megfelelően, tehát hogy a helyieknek is legyen sportolási lehetőségük munka mellett, vagy az iskola mellett, hogy aki csak tényleg egyszer tud edzeni, vagy szinte edzeni sem tud, hanem hétvégén elégedett, tehát a fizetésem a kettő néven futócsapatot is, a legalacsonyabb osztályban megy, háromba beneveztem, és már jelenleg oda is 40 jelenkező van. Tehát aki szeretne fizetésgyalmati színekben futbolozni, és akkor itt már megvan a versenysport terén a magasabb nívót, a város nevét. Jobban öregvédő csoportnak itt maga az NB3-as csapatra bízunk benne, hogy az U17-U19-et is olyan szintet tudjuk hozni, hogy számos tényező lesz a bajnokságban, a U14-U15-ünk az ott van erős középcsapatként, az rendben van, illetve a háttérbázis is, tehát a teljesen full amatőr szinten munka mellett szinte csak hétvégén vagy egy-egy edzésre eljövőknek is tudunk versenysport lehetőséget biztosítani akkor a klub keretein belül. Ugye az előbb azt mondtad, hogy 1-3. hely a célkitűzés a következő bajnoki évre, de benne van ugye az is, hogy bajnokok lesztek, és netán akkor fel is lehetne jutni az NB2-be. Az a kérdés, hogy adottak-e már erre a egyéb feltételek, a infrastruktúrálison kezdve egyéb más dolgok, hogy álltok ezeknek a teljesítésén? Nem állunk rosszabbul, hogyha visszatekintek 3 évet az időben, mikor eldöntöttük azt, akkor határozottan kimondtuk a megye első osztályt, hogy meg kell nyernünk, és szeretnénk feljutni, tehát ez a személyes motivációm is volt hosszú évek megye egyes pályafutása után, de én ezzel párhuzamosan akkor az infrastruktúrális fejletésekbe be is kezdtem, mire a bajnoki hajrához értünk, akkor az NB3-os licensznek már teljes körülön megfelelt a sporttelepünk, és a csapat is szakmaira megfelelt fel is jutott. Eltelt már 2 év, és most is olyan a városra körültve, vagy a támogatókkal körültve kezdtünk el olyan beruházásokba, ami ebbe az irányba halad el, tehát akár teljes oldalon végig lelátó, felületlelátó stadion szektort építünk is a saját erőből. Tehát ezeket a beruházásokat folyamatosan eszközöljük, most is folyamatban vannak ezek. Tehát szeretnénk odaig eljutni, hogy akár a pályafűtést is, a gyepcserét is meg tudjuk valósítani, de megnyertünk és területünk is van hozzá egy nagy füves pályaépítéshez, de annak is az NB3-os licensznek, hogy meg kell, hogy feleljen, hogyha ha felújítjuk a jelenlegi főpályánkat, hogy ne kelljen idegenbe menni, mert az óriási hátrány. Most nem akarok más példálózni, de ott a Monon esete is az első évünkből, egy nagyon jó csapat volt, Berekmény lett bajnok, és azért MTK-sokkal megerősítve, nem biztos, hogy azért, mert nem hazai pályán szerepeltek, de mégis hazai pálya attól, hogy hát én ettől van félelmem, tehát hogyha mi esetleg eljutunk arra a szintre, az úgy lenne igazi, hogyha azt a saját pályánkon tudnánk megvívni, tehát az mindenképpen ténykérdés ezt szok jelentene. Ezért megteszek mindent, folyamatban vannak a dolgok, van egy évünk, a csapat hozzon minket ilyen kellemes kényszerhelyzetbe, de erre mindenféleképpen készülünk, illetve ami még nagy kihívás számunkra, és nem is a felnőtt csapat szakmai nívója tekintve, hanem a női csapatok, ami az NB2-ben elvárható, hogy ott tehát kézilabda csapatunkban is abból legyen a női csapat, mert itt is gondolkodunk, hogy mérjük el a lehetőségeket, tehát erre is van egy évünk, hogy eljussunk odáig, és már van is egy keresztpályás lánycsapatunk, de az egy ilyen kis településnél, ahol korosztályonként 20-30 gyermek van, és akkor értelemszerűen a fele lány, csak nagyon nem olyan egyszerű ám az, hogy két női csapatot kiállítsunk, és ennek igazából nincsenek is hagyományai a településünk, csak a női kézilabdának. Ez talán nagyobb kihívás a női csapat kiállítása, mint hogy esetleg a felnőtt csapatunk végezzen. Ugye egy-két nappal ezelőtt lehetett látni, kijött, hogy mi a csoportbeosztás az NB3-ban. Érte meglepetés a keleti csoport tekintetében? Hát azért nagyjából lehetett erre számítani, de számomra a Monor volt
kérdője, hogy ide kerül-e, őket azért említett, mert akkor nem ebben a csoportba kerültek. A Szeol esetében fotokodónak a tája hozzánk került, tehát ő bennmaradt, mint legjobb 13-dik, tehát földrajzilag egyértelműen ez a régióhoz tartozik. Ez így, azt nem mondtam, hogy 16, de 15 hely szinte természetes volt, de az most a Monor vagy SMTK lesz nálunk, tehát földrajzilag akár mind a kettő lehetett volna, itt számomra ez volt az esetleges kérdés. Ez így be is jött, tehát ez abszolút földrajzi vonalak mellett húzott keleti, igazából észak-keleti régiót átölelő bajnokság, amiben még a Pest rész is beletartozik. Pont egy kicsit eltérve a választól, és érdekes azért készülni egy MB3-ra, tehát bárki bármelyik osztályban van, és ez lehet a megyei 1-től 2-ig, akár MB1, MB2, a csapatok 90%-a kiírás miatt azért ugyanaz marad. Most ha megnézik, ha jól emlékszek, 5 új csapat fog bekerülni a bajnokságba, tehát a bajnokság 1/3-a kicserélődött, tehát itt mindenki ilyen újabb inputokat kell szereznünk, újra fel kell térképeznünk a játékerőt, tehát én úgy mondtam, hogy ez a csapatomat el tudnám helyezni a múlt év bajnokságába, de ebben a bajnokságban nem tudom elhelyezni, mert jelen pillanatban nem tudom felmérni, hogy milyen játékerőt képviselnek a potenciális ellenfelek. Nehéz is így tervezni valóban, és, de azért úgy a szurkolókat mégiscsak az érdekli leginkább, nyilván, hogy még itt van előttünk még a nagy része az átigazolási időszaknak, de mégis melyik csapatokra számítasz, kik lehetnek a legnagyobb ellenfelek? Hát én akár a szónok példájában kiindulva az NB2-ből visszatérő Tegléd, tudom azért többen ott maradnak a keretből, próbálják a környékbeli játékosokat oda integrálni, azért az NB3 csak nem NB2, tehát én úgy gondolom a szónok azért nagy, vagy bocsánat, a Cegléd nagyváros, én úgy gondolom a másért nem, ezért is értemben ott lesz, komoly lépéseket tettek a Teasznál is, akár szakmaistán megerősítésére is, ott is hallok zuhany híradóban híreket, hogy azért akár elhácsingóznak ők is feljebb, én saját szememmel láttam a DVFT2, tehát ott a fél csapat idősebbek is, tovabbak is, tehát a profi keret tagjai, tehát több NB1-es mérkőzéssel rendelkeznek, tehát egyértelműen lesz átjárás, annak ellenére, hogy ő nem juthat fel kiírásnak a paragrafusai alapján, de a DVFT2-t nem tudom elképzelni, hogy ne élt csapat legyen, az SMTK már tradicionálisan élt csapat, talán most lesz a centenárium, még hogy most volt, tehát ők ki is mondták, hogy a múltban is akartak, hogy egy-két éven belül ők fel akarnak, fel szeretnének jutni, nem gondolom azt. A Jászberénk esete is kérdéses, tehát nagyon jó a kommunikációjuk, de a csapatuk szerintem erősödött, nem gyengült, tehát annak ellenére, hogy próbálják gondolom levenni a terhet a játékosok válláról, tehát egyértelműen ilyen csapatkategória a Jászberény is. Talán ötöt elsoroltam, de ez már, és biztos lesz még kettő, hát Gyöngyös is érdemben erősödött, tehát a Ondrejón személyében Szeoltól is tudom egy játékos, csoportásoktól egy játékos, házi gólkirályokat megtartották, szakmai stábot bővített, igaz, azt már szezon közben, tehát akár ők is ott lehetnek a végelszámolásnál, de szinte végigmehetik az egész bajnokságban. A Tiszaújváros is nekem nagyon tetszett, őket talán még le sem tudtuk győzni bajnoki mérkőzésen, ők is tudtak igazolni érdemben, de ez nem udvariasság, mondhatja, hanem inkább én úgy gondolom, hogy ez a bajnokság kiegyenlítette lesz. Abban biztos vagyok, hogy mi erősebbek leszünk, mint a múlt szezonban, de ez sosem biztos, hogy elég akár a dobogóban. Amikor egy perccel ezelőtt utaltam arra, hogy ezt a csapatomat el tudnám helyezni a múlt bajnokságba, arra azt mondom, hogy ez egyértelműen minimum dobogó esélyes. Tehát ezt most minden szerintelenségű nélkül mondom, tehát hogy ezzel a 9 emberrel, aki 6-an NB1-es szinten játszottak a közelmúltban, tehát biztos, hogy ott lennénk, de ebben a vasnokban ezt így nem menném kijelenteni, mert nem térképeztük még fel ilyen szinten az ellenfelet, de persze erre is tettünk lépéseket, a szakmai stábot is bővítettem tovább, hogy akinek ez lesz kimondottan a feladata, tehát ez mondhatni, hogy a csapaton belül főállás, hogy felkérképezze az ellenfeleket, kielemezze az ellenfeleket, összeállítsa a videóanyagot majd a részünkre, hogy az adott héten hogy készülünk az ellenfélből, tehát erre azért tettük lépéseket, de jelen pillanatban hát most olvassuk a híreket, igen, tehát most bármilyen jó nevű játékos lehet igazolni, de hogy abból majd milyen csapat lesz, megint egy másik kérdés, tehát ez összetette, de én úgy gondolom nem vagyunk semmiről lemaradva ezzel kapcsolatban, hogy az erőviszonyokat felmérjük, de hát erre van egy egyszerű módszer, tökéletesen fel kell készülni, és legalábbis arra törekedni, diktálni kell a mérkőzésre, jobban kell lenni az ellenfélnél, és akkor a saját játékunkat játszva, akkor nagy jelentősége nincs, hogy az ellenfél mit szeretne játszani, ha mi rá tudjuk előrtetni az akaratunkat a szembe jövőre. Ez mindig úgy sem valósul meg, nem valósulhat, mert törekedni lehet rá. Ugye 4 hét múlva, tehát vasárnaphoz 4 hétre indul a bajnokság, ha minden igaz.
Hol álltok a felkészülésben? Mikor kezdtetek hozzá? Hol készültek? Kik az ellenfelek, akikkel felkészültek, akivel edzőmeccset játszotok? Igen. Két hét volt egyéni edzésterv lebontva a játékosoknak, ez hét edzésterv ki, tehát a fizikai felkészülésnek az alapjait, a extenzív tartós részt azért próbáltuk már a játékosok által elvégeztetni, és az első közös hetünkön vagyunk, hát még nem vagyunk túl, mert holnap már ránk még egy edzőmérkőzés, de az első közös hetünknek a véghez értünk. Ez azt jelenti, hogy minden nap tartunk foglalkozásokat a délutáni órákban, illetve háromszor délelőtt kondicionáló is edzés van. Most rendhagyó módon pénteken mérkőzés időpontban délelőtt 10-kor edzettünk, ma a holnapi ellenfelünk, tehát a Gödöllővel úgy egyeztünk, hogy a fizetőamatőr lesz a találkozó, de a délelőtti órákban, azaz konkrétan 10 órakor találkozunk velük. Maga a felkészülésnek az első három hete, a mesterlés szempontjából nézem, arra törekszünk, hogy mindenki ugyanazt a mesterlést megkapja, tehát hetente azt a 90 percet, első héten ez most hétvégén az 45-45 perc, vagy a következő két hétben 60-30 perc, tehát két soromban gyakorlatilag két sort is fogok cserélni, és így kapják a mesterlést a fiúk. Itt a meglévő, tehát tudatosan úgy választottuk a csapatot, hogy tehát hasonló kaliberű, vagy nem megbántva megy egyes, hogy mondjuk akkor alacsonyabb szinten játszó csapattal, de azért érdemi előfeszítésre minket készítő csapattal játszunk, illetve nálunk magasabban jegyzett csapattal találkozunk, tehát ez a felkészülésünk elejének a rész, ami annyit jelent, hogy Gödöllő lesz most hétvégén, utána a Grosics frissen feljutott MB2-es csapatával jár, a Békés csak a második sorával játszunk, akkor még nem tudtuk, hogy ők MB3-os vagy megyegyesek lesznek, de ők megyegyesek maradtak, ami nem azt jelenti, hogy gyengébbek lesznek, mint tavaly, sőt az új szakmistán, azt tudom, hogy nagyobb átjárás fog biztosítani a profi keret között, meg a megyegyes keret között is, majd a következő szerdai napon az MB2-es profi kerettel találkozunk, tehát ez a ciklikusság lesz meg a mesterhelésben is, és itt ezen a négy találkozón itt arra figyelünk, hogy két mérkőzésen mindenképpen dominálni akarunk, ahogy a hozzánk hasonló vagy szinte szereplő csapatokkal játszunk. Az erősebb ellenfelet meg azért választottuk, hogy ott meg azért próbáljuk ki a reagáló játékunkat, tehát nem kell nekünk feltétlen mindig a maximálisan támadni vagy dominálni a mérkőzésen, néha az ellenfél hibáira is azért appellálhatunk, ezt próbáljuk majd lemodellezni, bízunk benne, sikerül is, az eredménytől függetlenül értem ezt, a két MB2-es ellenfél leszemben is. A utolsó két hétre ott már hozzánk hasonlóan MB3-a szintű vagy nemzetközi mérkőzést játszunk, ott már egyre nagyobb szerepet fog kapni majd a nem feltétlen már csak a mesterhelés, hanem ott már a formába hozás is lesz egy nagyon kellemes gondom, tehát én most bárhogy összerakom 22 embert, mind a kettő egy nagyon erős MB3-as csapat. Ebből szeretnék egy nagyon-nagyon erős MB3-as csapatot összerakni, de tehát még barátkozunk el gondolattal, hogy komoly játékos múltra rendelkező játékosokat a lelátóra kell majd felültetnem, és hát még a kispadra. Ez egy érdekes kihívás lesz, bízom benne, hogy meg tudják oldani a srácok, és hogy felnőnek a feladathoz. Lélekben ez nem feltétlen jellemző az MB3-as szintben, hogy ilyen komplex keretet rakjanak össze, de mi gondolunk az előrehozott fordulókra, bízunk benne, hogy egy kicsit akár majd a kupában a szerencse is, de hát az az első körben azért MB1-esre találkozzunk, azért biztos nem leszünk az esélyeseket, tavaly is mentünk három kört, tehát elképzelhető, hogy 20-21 mérkőzés is vár ránk a szezonban, tehát ahhoz én úgy gondolom, hogy a bő minőségi keretre szükség van, és visszakanyarodva az eredendő gondolatomra, amikor elmondtam, megvolt az alapotom a Szolnok Győztre, pár hiányzó esetén az utolsó sajobában focizott le minket a pályáról, tehát ezt nem szeretném megélni. Változott a szakmai stábban is voltak változások most a nyáron. Mi indokolta ezt, és el is mondhatnád itt a hallgatóknak, aki esetleg lemaradt erről. Igen, ezt is az előbb érintettem, de a Végig Ferenc, aki a múlt szezonban az Egernek is volt a vezetőedzője, de különböző okok miatt ott váltásra került a sor, ő sikeres A-licences vizsgát is tett, tehát ő fogja a háttérbe betölteni ezt a szerepet, amiről beszéltem, hogy fel kell térképezni az ellenfeleket, videóelemzéseket kell csinálni, és ezeket az anyagokat már össze kell vágnia nekünk a hétfői napra, hogy mikor már az első edzés lesz, akkor már annak a szellemében tudjuk a következő ellenfélekre készülni, és a Csillag Lászlót neveztem ki vezetőedzőnek, aki az elmúlt szezonban asszisztens edzőként, illetve ezt a videóelemző szerepet betölt be, vett részt a csapatnak a munkájában, tehát ő már itt volt, csak ő neki változik a szerepe mellette mostában. Erőnlőtti edzőm, kapus edzőm, úgyhogy maradnak, vagy a
a masterű fizikoterapeuták maradnak, illetve ami még érdekesség, hogy két újonnan igazolt játékosunk, tehát a Katona Bőrikó, vagy Katona György, akit Nyírpántól igazoltunk, tehát ő B-licences edző, tehát ő fogja átvenni az U17-es csapatunknak az irányítását, illetve a Ceglédből igazolt Helyes János fogja az egyik utánpótlás csapatunkat, a 9-es csapatoknak, a bérkeresztpályás csapatnak a lehítását átvenni, tehát itt is már az utánpótlás és a felnőtt csapat között, ha még így módon is, hogy legyen kapcsolat, tehát hogy a gyerekek is lássák azt, hogy miről szól a történet, mert tehát megvoltak az edzőink, de általában mindenkinek volt két csapata, volt egy edzőnk, és így akkor mindenki, minden egyes korosztálya külön edzőt tud foglalkozni, és akkor a gyerekeknek is az egy jobb rálátás lesz arra, hogy a felnőtt futballban még aktív, de már edzőként tevékenykedő, hogy látják a futballt, hogy azok a mérkőzésekre, amik az NB3-as mérkőzésen, amik ők kijárnak, hogy egyáltalán hogy ott milyen munka folyik, vagy milyen felfogásban készülnek a játékosok. Tehát ezzel is erősíteni akarjuk a klubmodellt. Hát ez nagyon jól szervezetek tűnik, abszolút profi az egész mentalitás, meg minden, amiket elmondtál, számomra úgy tűnik. Tényleg úgy, ugye távolból úgy tűnik, hogy adottak a feltételek akár már az NB2-re is. Mondom itt, amit elmondtam, hogy vannak hiányosságok, tudom bele. Hát ez nem túl bonyolult, mert ez le van írva. Igen. És akkor végig kell menni a pontokon, és pipa hiányzik, pipa hiányzik, igen. És ez alapján kell ezt megvalósítani. Tisztában nagyobb eredményjelző kell, de hát ez akár mostani pályázati keretek között ezt meg tudjuk valósítani, tehát ezek olyan dolgok... Én nem technikai dolgokra gondoltam, általában azért így a mentalitásbeli, illetve a felkészültségre szakmailag. Még egyszer, talán a felnőtt csapatunkon a legközelebb az NB2-hez. Tehát az, akinek az úgy, hogy ő tudja elérni, de hát tudjuk, hogy van az a licensz, a nevezés, tehát, és biztosítani kell ezeket, és még egy utánpótlás csapatot, tehát azt nem is mondtam, még egy U16-ot és a meglévő négy nagypályás utánpótlás csapatunk mellé, tehát hogy itt akkor több gyermekre van szükségünk ezek a csapatokban, mint ahányan Fizesalmaton laknak, tehát azért ez nem olyan egyszerű dolog, úgyhogy nincs is középiskolánk, tehát ezzel azt akarunk sugallni, hogy itt az NB2-nek a feltételei nem a felnőtt csapat szakmai nívójától függ elsősorban, de azok vagyunk, hogy ezeket megoldjuk, csábítsuk ide a környékbe gyerekeket, csábítsuk ide edzőket, építsük fel az utánpótlásunkat, és az infrastruktúrát tegyük mellé, amit mondtam is, meg hát a női csapatot, tehát az se lesz edző, nem tudom, hogy oldjuk meg, de rajta vagyunk, hogy ne ezen múljon, hogyha esetleg eljutunk idén, vagy mondjuk jövőre, tehát mondom, nincs egy konkrét célkikítőző, hogy fel kell jutnunk, tehát ezt határozottan ezt most nem elutasítom, hanem hogy ezt kimerem jelenteni, de nem zárkózunk el tőle, hogy a tényleg meg tudjuk teremteni a háttérfeltételek is azzal, hogy az egy kis a csodával olyan felállt, ilyen cigánni például, de hasonló, hogy a megyeket, az NB2-ig, de szerintem ez is nagy dolog, hogy a megyeket késő helyétől NB3-as élcsapat. Bizony, bizony. Nem tudom, hogy van-e még olyan dolog, amiről nem ejtettünk esetleg szót, és úgy gondolod, hogy lehetne róla beszélni, ami érdekelhetné, vagy amit elmondanál még szívesen? Hát igazából mindent érintettünk. Itt most a távozók, majd az érkezőket nem nevesítettük, de ez olyan hosszú a lista, hogy ez még igen. Akkor 3 percig hallgatnák a felsorolásomat, tehát az nagyjából nyilvános is. Ezeket közzétettük. Egyetlen egy új szerzeményük van még a tegnapi este folyamán, még a Dan Konstantin, a Marius Konstantinescu igazol még hozzánk, és én úgy gondolom, hogy így ez a 22-es keret, az teljes, tehát megvan minden posztra azok a játékosok. Illetve mondom, még fogok Júciát igazolni, de a U19-esek 2001-es születésű, de már nagykorú, de még a U19-ben szerepeltethető játékosokat, akik a felnőttek fognak edzeni, ők már megvannak, de hát ennyi, de ott is még szerintem a neveknek nincs akkora jelentősége, tehát maga a célnak van jelentősége, meg a szándéknak, amikor